hedonisták vagyunk mindannyian, aki meg nem az, az jó lenne, ha sürgősen azzá válna véleményem szerint. Ahhoz az életérzéshez, hogy jó lenni, itt jól érezzük magunkat, szükségeltetik szerintem jó barátok, rokonok, család, jó kaja, művészet és bor, tehát anélkül nem, szerintem nem megy. És a bor sajnos sokak számára egy olyan titokká vált az utóbbi időben különösen, mióta a borkultúra amúgy fejlődik Magyarországon. Többször hallottam már azt, hogy én nem értek a borhoz, mint azt, hogy szeretem a bort. És ezért gondoltuk most ennél a Címke családnál azt, hogy közelebb hozzuk a bort a fogyasztóhoz, és segítünk neki abban, hogy megismerje. Pillanatnyi életérzésemhez választok bort. Van, amikor nagyon jól esik valami, ami friss, üde, könnyű, és van, amikor az esik jól, amiből csak egy kortyot innál, de az komplex, érdekes, fűszeres. Számít, hogy a nap milyen szakában, hogy milyen hangulatodban vagy, és az, hogy hol az nagyon, mert ugye a környezetben is vannak illatok, vagy van egy szellő, és a bor hőmérséklete természetesen. És a pohár. Hogyha a pohár zártabb, kehely jellegű, akkor ugye az illat az koncentráltabban, de nem olyan széles spektrumban ér. Az Ákossal összekóstoltuk a borokat, és kialakítottuk, hogy hányast kap bizonyos illat vagy íz tekintetében az a bor. Ezt meg is tudod jegyezni, ezt a formát. Amelyik boron ez a forma van, ha ez ízlet, akkor az is fog neked ízleni, mert mit mondanak ezek az alakzatok, hogy ez a bor eléggé egzotikus, elég sok fehér gyümölcs jelleg van benne, és virágos és növényi. Ez tényleg a szőlőből átjövő illat vagy ízjegy. A legtöbb ember nem tudja, hogy mi ízlik neki, vagy miért ízlik. De hogyha valaki szeretne maximális élvezetet találni egy palack borban, akkor igen, akkor kell egy kicsit tanulni. Az én önismereti útam az asztrológiával kezdődött, és azért egy aromakör is kicsit hasonlít ahhoz a körhöz. Tehát valószínű, hogy közel áll a szívemhez. Meg nagyon szeretem, hogy azért kategorizálunk, tehát ez is ugye a biztonság szeretetemnek nagyon jól esik, hogy egy közös nevezőt meg tudunk állapítani, és akkor tudunk egy nyelven beszélni.